tisztelettel köszöntöm valamennyiüket ezen a filmfesztivál nyitó sajtótájékoztatónkon. Külön szeretettel köszöntöm Halász János államtitkár urat, az Emberi Erőforrások Minisztériumban kultúráért felelős államtitkárát, Bunyik Béla urat, fesztiváligazgatót, a Bunyik Entertainment elnökét. Tudjuk, hogy a kultúra a nemzeti identitásunk, kötődésünk megélésének az alapja. Azt is tudjuk, hogy a nemzeti kultúrák együttműködése különleges érték. A városban az emberek gyengék, könnyen meghalnak, de mi erősek vagyunk, edzettek. El kell felejtenünk anyán kedves szavait. A fesztivál is jó alkalom arra, hogy a magyar kulturális értékeket, a magyar művészeti értékeket megmutassuk a nagyvilágban. A film különben is különösen alkalmas az ilyen programokra, és hogyha itt Hollywoodban vannak a magyar filmek, az azt jelenti, hogy a filmek a világ legfontosabb filmes centrumában mutathatóak meg. Egyébként is nagyon fontos a kultúrák együttműködése, és egy-egy ilyen rendezvény egy kulturális együttműködés is. Ráadásul a kulturális identitás részét is tudja adni, hiszen az itt élő magyar nézők is láthatnak magyar filmeket. Szóval sok szempontból fontos ez, és nagyon jó érzéssel tölt el az, hogy ez most már 13. alkalommal kerül megrendezésre. Ő a nagyanyátok. Nálam maradtok egy darabig, amíg véget nem ér a háború. Anya, menjetek! Mi sajnos kénytelenek vagyunk elvégezni bizonyos munkákat nagyanyának. Különben megver bennünket és kizár éjszakára. I am presenting the best actor, and actually goes to two actors, the brothers András and László Gimont in The Notebook. And accepting the award for them is János Szazi. So János, you want to come up? Of course, a friend of mine brought me here. I was very interested to come to support this festival. Also, my martial arts equipment opened a lot of doors for several action movies that I am connected in, and that's why I come here. Hát ez igazán nagyon szép dolog, hogy most már 13 éve itt Los Angelesben Bunyik Béla és kedves felesége Bani ilyen csodálatos dolgot teremtettek. Ez óriásit jelent részünkre, nem csak magyaroknak, hanem az amerikaiaknak is nagyon fontos, hogy lássák, hogy mi a mi kultúránk a filmeken keresztül. Nyilvánvalóan a magyar közönségnek is, az itt élő magyaroknak is egy nagyon fontos folyamatos visszajelzés, hogy hol tart éppen a magyar film, és gondolom, hogy nagyon örülnek neki, hogy láthatnak magyar alkotóktól magyar műveket, magyar színészekkel egy kicsit barátkozhatnak a hosszú évek óta elszakadt magyarok. Számomra nagy öröm, hogy 13-szor is sikerült ezt a fesztivált megrendezni, különben 13 számomra egy szerencsés szám, és nem véletlenül ilyen nagy szám került föl ennek a bukletnek a nevére. Magyarországon az utolsó években nem sok film készült. Tudni kell azt, hogy a magyar filmkészítés, filmgyártás egy nagy változáson megy keresztül, és a tervek azok, hogy Magyarországon a jövőben közönséget vissza szeretnénk hozni a mozikba. Háború van.
Mi egy család vagyunk akkor is, ha most elválunk. Mindenről tudni akarok. Mindenről. Most Amerikában beszélgetünk, egy olyan országról, ahol mindig nagyon fontos, hogy mi magyarok is ott legyünk itt meg ott. Hát hiszen ott van a Tellerede, ugye, meg a Neumann, tehát nagyon nagy magyarvaink vannak, akik gyakorlatilag a világ örökség részei, már hogy így mondjam. De a világörökség az nagyon lényeges. Tehát nem csak mindig az a fontos, hogy ki magyar és ki amerikai, és ki zsidó és ki cigány és ki kínai, hanem az, hogy a világörökség a lényeg. Tehát, hogy milyenek a filmek, hogy milyen a tudomány, ugye? Csak le akarjuk győzni a fájdalmat, a hideget, az éhséget. Festélye. Háborúban. Háborúban az emberek megölik egymást. Ez nekem egy különleges, szép alkalom, mert nem csak bemutathatom a filmemet, hanem nagyon büszke vagyok a magyar gyökereimre, és nagyon-nagyon szép nekem ezt a kettőt, szóval a svájci meg a magyar identitásomat összehozni. Was genau ist das dominante Gefühl, Sie in dem Moment?